Hosszas előkészítés után összeállt a Babics Mihály Kulturális Központ program sorozata, amely a Szekszárdi Vármegyeháza udvarán kerül megrendezésre június 15-i kezdéssel. A Kulturális Központ igazgatója elmondta, hogy a Vármegyeháza udvara zárt térnek minősül, ezért a jelenlegi járványügyi szabályoknak megfelelően védettségi igazolványjal kell rendelkezniük azoknak, akik részt szeretnének venni a programokon. Az események nagy része egyébként ingyenes lesz. Egészen szeptemberig szinte napi rendszerességgel fog Kulturális és sport eseményeket közvetíteni, illetve bemutatni itt a vármegye csodálatos belső terében. Közösen a Német Színházal és több más szexádi szervezettel, egyesülettel, művészeti csoporttal együtt állítottuk össze azt a programot, amelyben a foci közvetítéseken kívül színházi előadások, élő koncertek, mozivetítések, pódium előadások és sok-sok más érdekes program várja a Én arra biztatnék mindenkit, hogy figyeljék a Babics Kulturális Központ honlapját, a rövidesen látható plakátokat és a rajt június 15-én a Magyarország-Portugália meccsel, kezdődik majd, amelyre ezúton is sok szeretettel várunk mindenkit. 350 fő a befogadóképesség, karszalaggal fogjuk valamennyi kedves vendégünket ellátni, hogy az alapján tudjuk a létszámot, az engedélyezett létszámot betartani. Júniusban nagy részt sportközvetítések fognak zajlani, júliustól azonban már akár Berecki Zoltán vagy Szulák Andrea koncertjét is élvezhetik az emberek. Csak azok a koncertek és azok a komolyabb fellépőket, illetve olyan produkciókat, bemutató események fognak azok sem sok pénzbe kerülni, amelyeknél azért ez számunkra fontos. Mozi előadásoknál is a, a benti mozi árakkal fogunk dolgozni, de a legtöbb program mondom ingyenes lesz. Vendéglátással is készülünk, frösz terasz foci meccseken természetesen csapolcső, rákcsálni való üdítők, szendvicsek is várják a vendégeket. Több olyan színházi előadást, amelyet bent vetítettünk volna, azt idehozzuk, de a Dajcsa bűnének is, a német színháznak is több premier előadása zajlik itt. Mozifilmekből például gondolunk a gyerekekre is, olyan népszerű az elmúlt években nagy látogatottságú mese filmeket, illetve az elmúlt éveknek néhány olyan nagy nézettségnek örvendő kalandfilmét, vagy esetleg skifit, vagy nagy érdeklődésre számot tartó mozifilmet is ide fogunk hozni.